Na szép jó estét, napot, nem tudom hol tartunk, mert ülök itt a sötét szobában, mint egy idióta, itt Pozsonyba. Mert jobb ötletem nem volt, mint hogy ne húzzam fel a redőnyt, mivel sikerült halolajjal telibe verni a gatyámat, úgyhogy nagyon jó volt. Nem gondolkodtam rajta, hogy ez a szép óvatosan kinyitom, hogy ne öntsem le az asztalt. Hát az asztalt nem öntöttem le, csak így telibe vertem a fizit a rövid gatyámat, úgyhogy most TSI-be, de igen, tehát hogy így nem igazán kéne itt izé villognom. Na mindegy, nagy hajó lesz-e? Igen, Johnny, egyébként üdvözöllek, és üdvözlök mindenki mást is. Nagy hajó lesz. Folytatjuk azt, amelyiket ugye abba hagytuk másfél hete, ahogy szoktuk. És viszont később kezdtem egy erős órával. Durván egy órával, ja, egy órával bőven. Úgyhogy nem, valószínűleg 2,5 órát nem fogok tudni kalapálni, csak másfelet. Ez van, rövidebb éjese már lesz. Ugyanis később érkeztünk Pozsonyba, reggel is tovább húztam az időt, aztán utána néztem így az órát, hogy de mondom, hogyha most fekszek le, akkor alszok 2,5 órát, hát mondom, akkor aludjunk inkább 3,5-et, és akkor így lett belőle így 3 és, hát majdnem 4 óra alvás, azért vagyunk most úgy, ahogy, mert ugye most ilyenkor előtte kajálni szoktam, de ilyenkor már nem tudok úgyse visszaaludni, tehát ilyenkor pont optimális, hogy ilyen itt a körülmények adódnak, hogy itt tudok ezzel foglalatoskodni egy kicsit, meg amúgy is jó, mert hát ami otthon volt a hét elején, az megint katasztrofális volt, de majd mindjárt rátérek, mert ugye ott is úgy volt, hogy hétfőn este mondtam, hogy á, majd még kedden este, vagy szerda délelőtt, indulás előtt majd még beköszönök. Hát ebből az lett, hogy kedden délelőtt megjött az egyik kártyám, és el kellett menjek postára is, fordítva, nem. Hétfőn mentem postára, de el kellett menjek a kártyámért. Mire hazaértem, csörgött a telefon, hogy el kellett elugorjak ide meg oda. Mondom, nagyon jó, akkor ugrott a takarítás. Utána a délutánomra ugye volt betervezve program, úgyhogy ott azzal foglalatoskodtam, és az meg elhúzódott addig, hogy esteire már nem maradt idő. Viszont mivel nem takarítottam ki, ezért szerdán indulás előtt kellett rendbe rakjam a lakást, úgyhogy szerdán reggel se tudtam végül bejelentkezni, úgyhogy így ment el az idő sajnos. De nem akarok közel állni, mert hogyha onnan föntről kell lefele dobálni a cuccokat, akkor az úgy nem lesz annyira fasz. Azért akarok most a tetejéből leszedni, mert én szerintem ezt most nem tudom kibányászni még. Aha. Szerint... hol van a... aha. Hát... de egyébként itt van egy plusz merevítő. Akkor lehet, nem is a tetejét kéne bontani. Mindegy, most a bontsuk a tetejét, mert most már azt terveztem be, vagy azt képzeltem el magamnak. Nice move. Szóval, ja, igazából így az egy kicsit érdekesen jött össze. Most megint az otthon eltöltött idő majd érdekes lesz, mert már most adódnak belőle érdekes kérdések sajnos. Vagy nem sajnos, hát mindenki kever, az a helyzet. Menj! Ez gyönyörű dobás volt, fiam. Minőségi balfaszkodás volt. Kirámolunk, amennyire lehet. Meg gáztalanítunk. Ne robbanjunk szét. Meg fel. Meg ilyenek. Az előbb bele baszta szerintem itt a korlátba, azért volt olyan kretén. Na mindegy. A lényeg, hogy van egy nagyjából másfél órám most így nyugiba. Úgyhogy addig itt így teszünk, veszünk. A tetejéből könnyű lesz lecsipkedni szerintem, mert így föntről lefelé azért eléggé terebélyesedik. Tehát hogyha minden jól megy, akkor ugye ez lefele. Lefele menet lesz egyre csak nagyobb. Szia, Satucsi! Asszony, szia! Örülök neki, hogy megérkezett, aminek meg kellett érkeznie. És nagyon bízok benne, hogy eléri célját. És többet nem spoilerezünk. Azért mondom. Pocs! Jó, hacshe. Majd oda át kéne izéni. Úgy nagyon jó vagy. Zzz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 
Azt láttátok, hogy konkrétan ön lesodorta izé, a darus? Hát mit csinálsz, jó ember? Eszednél legyél, mert itt döglünk meg. Tényleg erre nem lehetett volna fölmászni valahogy? De, úristen, ez a legmagasabb pontja a játéknak. Azt nézzétek. Ez a legmagasabb pontja, helyesbitek. Azt figyeljétek, magasabban vagyunk, mint némelyik daru. Kilátunk a játék térről. Nem gondolták át a tervezőkbe ezek, hogy ekkora hajót ide valaha betesznek. Azt a mocskos minden itt neki. Na, kapáljuk le innen. Hogy vagyunk? Hogy vagyunk? Én személy szerint kifejezetten jól. Dolgozni kell, de legalább... De legalább élvezzük. Ezt is vihetitek innét lefelé. Szépen ügyesen, kreatívan. Ennél mondjuk lehetne gyorsabban. Szia, csuszka! Hopp! És már megy is elfele. Nagyon jó. Nagyon jó. Lekapálunk innen mindent a tetejéről, aztán elkezdünk ledózerolni. Azt hallottam, hogy ez nem így olyan hülyeség. Aztán mondom, mert jutunk, ameddig jutunk, mert később kezdtem, mint szoktam. Szia, Petra! A hétvége ért mindenkit. Kezdődik a pihenés, meg ilyenek. Remélem, legalábbis. Szia, Killer! Mizuka! Pihenés? Hát... kinek mi, de hogy így remélhetőleg. Pihenés az mi? Jaj, basszus! De sajnálom, hogy 14 évesen nem tudod mi az. Azt a mindenit. A helyzet az, hogy mondom, sikerült izével, olívaolajjal telibe verni a izémet, a rövidgatyámat, úgyhogy... Nem vagyok annyira büszke rá, de sikeres volt a mutatvány. Tudod, amikor ez a... Most nagyon óvatosan kibontod a halkonzervet. És amikor kibontottam, akkor a halkonzerv azt mondta, hogy nem. Ma már jártam Tatabányán, meg Oroszlány belvárosban. Az szép nagy kerül, vagy szép nagy séta. Akárhogy is nézzük. Ott lógott egy lámpa. Na, most jön a kevésbé mutatványos része, ugyanis neki kell állni itt a dolgokat szétcsapkodni, mint az állat. De hadd boruljon össze. Én hál' Istennek így ma csak bizonyos értelemben Innsbrucktól pozsonyig mászkáltam, szóval alig mentem csak egy pár ezer kilométert, de hát ugye ez nekem nem okoz gondot, meg nehézséget, úgyhogy azért az is kemény. Hozzá vagyok már szokva. Annyira hozzá vagyok szokva, komolyan, hogy ha tehetném, akkor így nem nagyon váltanék munkahelyet, ha egy mód lenne rá. De meglátjuk, hogy a cég így gondolja-e. Mondjuk egyelőre nem adott jelet arra, hogy másképp gondolná, de... De reméljük, hogy nem is akarja. Hát köszi, igazából nem izgulok, csak annyira szeretem igazából ezt a forgatókönyvet, hogy most ameddig Fatarommal együtt dolgozhatunk itt nyugodtan, békében, addig azt azért tök szívesen kihasználnám, mert aztán ugye pár év múlva, ha elmegy nyugdíjba, akkor vele már többet nem dolgozhatok együtt, és akkor mindenképpen változik a forgatókönyv. Lássuk, hogy leszakad-e a tető, vagy a lépcső megtartja. Leszakad, nagyon helyes. Nagyon helyes. Jó helyre álltunk az autóval, mert ugye profik vagyunk, meg ilyenek. Illetve hát, ja, többé kevésbé jó helyre, de a lényeg, hogy látjuk innét, ami fontos. Aztán remélem, hogy mindenki jól van, és mondom, nagyjából épelmével átélte a hetet. Mondom, a mai reggeli késésünk, meg javítás, meg minden miatt egyszerűen inkább a stabil 4 óra, vagy hát mondom, majdnem 4 óra alvást választottam inkább, mint hogy most egy hosszabb streamet tudjak csinálni. De hát az a baj, hogy menni kell este vissza, ugye kénytelen vagyok azért valamennyit a regenerálódásra rászánni. Nekem először akkor ütött be a gondolat, hogy hű, a szüleim öregszenek, amikor nyugdíjba mentek. Igen, egyébként ez a durva, hogy én is néha, amikor így ugye főleg, hogy az elmúlt másfél évben nagyon sok időt töltöttem ugye Fatarommal,
azért így az ember, mikor így a tükörben néz, és így mit tudom én, utána meg így a szüleire, akkor azért így elgondolkodik rajta, hogy azért mikor rohant el így az időt? Mi történt, hogy már itt tartunk, és így olyan gáz. Jó, hát nem idős, tehát most, na igen, tehát azért mondom, hogy alapvetően pont most vagyok fele annyi idős, mint faterom, tehát hogy viccesen mutat így egymás mellett a dolog, de igen, egyébként az a baj, hogy ugye az ember általában a másokon és a körülötte lévő világon hamarabb észreveszi az idő múlását, mint saját magán. És ennek leginkább ugye a rokonok az első számú pontjai, amiken ugye, hát akiket ugye gyakran lát az ember. Haverokon is észre lehet venni, persze, de ugye őket nem feltétlenül látja az ember úgymond rendszeresen, és lehet, hogy nem tűnik fel olyan hamar. Meg hát ugye most már nekem is több olyan ismerősöm, barátom van, akinek ugye megvan az utód, és akkor tényleg így kirak egy képet, hogy már mit tudom én, bicikliznek, na bazd már meg, hogy már bicikliztek ti is, meg ilyenek, tehát hogy így még csak most született neked, és aztán már itt tart, tehát ez a durva az egész, amikor ennyire gyorsnak tűnik az idő múlása, és közben az ember nem veszi észre amúgy, mert jobb esetben meg tudja élni, rosszabb esetben nem. És ugye nem egyszerű itt szembesülni azzal, hogy biztos, hogy kihasználta az idejét mindenre. Na? Borulj! Nem borulsz. Miért nem borulsz? Ezért nem borul. Na, azért. Valami cső nagyon ég. De elméletileg nem fog felrobbanni, mivel hogy... Igen, amikor öcsém gyereke ott magyarázott nekem hétvégén, akkor így pislogtam, hogy hűha. Ja. Hát nekem is a sajátom, mikor így a... Nálam még nem játszhatott a Minecraft-tal, csak a nagybátyjánál. De hogy így... Így elmondja, hogy hogy hát ez azért van, mert így kell csinálni, meg úgy kell csinálni, és akkor így a... Na bazeg, nem kéne megtanulni előtte írni, meg olvasni, hogy egy ilyet talán ilyenekkel foglalkozzá? 4 nap múlva már 3 hónapja lesz Satoshi balesete. 3 hónapra nincs velünk, Nagyi. Évtizedek. Hát jó, de ez másfajta időszámítás, tehát azért itt egyszerre több problémával küzdeni azért az soha nem egyszerű. Lehetném kisfia meg már másfél hónapos. Ja, az a durva, amikor így látod valahova, kirakják mondjuk netre, vagy mondjuk személyesen szól, vagy tudsz róla, hogy mikor születik, és akkor eltelik, elszalad egy pár hét, és ez a basszus, már itt tartunk, hogy már így néz ki ekkora, már úristen. Tudom, hogy nálunk is így volt, nálam is így van, hogy szinte minden egyes alkalom, amikor otthon vagyok, és ugye látom a gyereket, akkor úgy megdöbbent, hogy amúgy úristen, de gyorsan nő. Finoman fogalmazva nálatok, sűrű volt az utóbbi időszak. Nagyon finoman fogalmazva, igen, tehát hogy a legenyhébb kifejezéseket használva. Tehát az ellenségeimnek se kívánnék hasonlókat, maradjunk annyiba, hogy talán ez a helyes megfogalmazás. Úgy. Na, ez a szint, pipa, menjünk lejjebb. Az lesz a feladat, hogy itt már eleve nyitni kéne nekünk valami kukucskálót. Azt mondjuk komoly. Tehát lehet, hogy abban a helyzetben amúgy jobb, hogyha az ember úgymond eltereli a figyelmét, mint hogy folyamatosan szembesül a hát kényszerfájdalommal. Innét hiányzik a hajóból. Ez nem jó. Ez nem, annyira nem jó. Mondjuk tök mindegy, hogyha az egészet szétverem, akkor mondjuk aztán hadd kit érdekel, de... Ja, hát gondolom ott a fertőzés veszély azért az jelentősen nagyobb volt, mint egy izénél, egy sima, úgymond, hát mondjuk egy ilyen átlagosabb csonttörésnél mondjuk, vagy ilyesmi.
Itt egy villanyszekrény, de ez még áram alatt van. Volt. Cseh. Oké. Biztos, hogy a legjobb helyen nyitottam meg a izét, a lukat, de fogjuk rá. Kíváncsi leszek, melyik achievement lesz meg egyébként, vagy melyik kontrakt lesz meg egyébként először. Mert hát mondjuk lehet, hogy ez áll hozzá legközelebb. Többé-kevésbé. Jó, szépen pucoljuk kifele a szintet. Ja, hogy úgy, hogy a izéhez se engedték be. Azt mondjuk paraszt. Engem beengedtek, csak vinnem kellett ilyen apa jelmezt, vagy minek hívták ilyen apa rucit, hogy bemehessek. Most ez melyik irányból villamossági? Interesting, ez már végigégett. Lónapot, szia Terra! Kirámoljuk itt a izét, a nagyon komoly vezérlőtermet. Nem fér el zsebembe több lámpa. Súgy. Mondom, azért volt jó ötlet most ezzel a tetejével foglalkozni, mert van hűde sok időm, sajnos amúgy sincs, úgyhogy ez így pont ideális lesz. Én szerintem legalábbis. Majd meglátjuk. Repülj, madár! Repülj! Itt ez mitől villanyosozik, amikor egyébként bugos, tehát hogy... Mert úgy kaptam le a villanyóra szekrényt, ahogy illik. Igen, mert itt volt valahol egy kapcsoló is. Aha, igen. Itt az le is kapcsolt itt mindent. Jó, oké. Ez a probléma azt hiszem megoldva. Na, verjük szét itt az egész kódszerányt. Hát szerintem ilyen szobánként kéne nagyjából haladni, mert ugye külső-belső falak, tehát hogy sehogy sem lesz, hogy ez mindenhová menni fog. Ez mondjuk érdekes, látod, hogy oda beengedtek, pedig a pont arra gondolnék, hogy ott azért tényleg olyan volt a szituáció, hogy erős fertőzés veszély miatt akár mondhatták volna azt is, hogy hát nem kéne. Oké, falak le. Ehhez csak így fértünk hozzá. Viszont most már akkor lehet körbe. Körbe gyepálni. Használjuk Terratlon sötétben is látunk a elméletét, viszont jobban látszik a Z-pont, az a ütlegelő pont, amiben egyébként egyszer nem tudok belekötni, mert ez tényleg így van. Sötétben jobban látszik, mint a reflektorban. Egyébként ez tényleg így van, mert pont olyan a intenzitása a fénynek, hogy így konkrétan nem látod, hogyha rávilágítasz a izével. Szedjük ki itt a falat. Jó, oké, ez a rész itt azt hiszem, hogy eddig rendben van. Majd pakolunk, hogyha már van hova. Tudnám, hogy egybe is kalapálhatnám itt az egészet, de csak ott variálunk, ahol igazából nem férünk hozzá a dolgokhoz. Aztán a padlózat meg majd lejön magától, ha lesz olyan kedves, kegyes. Ott kell összepakolni, ahol egyszerűen útba lesz a cucc. Mindenhol. Mindenhol. Ja. Jaj, Dániel, te galád, ajaj. Mit vétettem az emberiség ellen?
Vagy csak Terraton ellen. Mondjad, mi a baj? Meg lesz az, ó, tudtam én. Profizmus. Ezt mondjuk lehet, hogy látom innen is. Nagyon jó. Hétfőn mertél streamelni 10-kor? Dam 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 dam. Nem. Hétfőn szerintem. De lehet. Várj, mert már nem emlékszem. Aludtam, bazd. Ja, hogy nincs sorid. Oh, god damn it. Tehát be kéne állítani egy izét, egy botot. Ti abban úgyis jók vagytok. Hogy így automatikusan izé megnyissa neked a streamet. De egyébként nem emlékszem, hogy hétfőn. Hétfőn? Volt itt volt valaki, aki emlékszik rá? Én már nem. Ez olyan régen volt. Hétfőn délután streameltem biztosan. Meg lehet, hogy Star Trek keresztünk délelőtt. Nem volt túl sok időm streamelni, szóval illene rá emlékeznem, de nem emlékszem. Ez már korral jár. Nem baj, hát akkor majd újra összeszeded. De egyébként több sikerrel, mint kedves Károlyunk, aki itt elnyert az enyészet. Most már hivatalos nevén kellett szólítani. Viszont jó, hogy itt vagy, mert most jutott eszembe, hogy én a izét még nem linkeltem ki. Biztos vagyok benne, hogy ilyen paraszt voltam. Evalulaj, úgyhogy reset 2 per 3. Dam 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 dam. De egyébként az az igazság, hogy ha a pontgyűjtésre akarsz rámenni, akkor amúgy jobban megéri 10-ig menni, nem? Mert hogy konkrétan jobban megéri az alacsonyabb számokat körbe-körbe pörgetni, mint följebb menni, mert 10-10-estől viszont ugyanannyi pontszám, vagy pontot ad, nem? Nem. 350 10-ig, 10-től 450. Na jó, de 10-ig viszont kapsz valamennyi pontot ugye 3-nál is, aztán 5-nél és úgy a 10-nél, utána viszont csak 5-önként kapsz. Azért kérdezem, hogy így nem vagyok zsidó, de hogy azért matematikailag hogy jön ki jobban. Tehát mit érdemesebb, könnyebb, vagy mit érdemes kifarmolni inkább? 750 versus 900. Ötönként 450. És várjál, 3, de várjál, hogy jön ki? Tehát, hogy az anyádba lehetsz itt villanyos, amikor nincsen itt villanykapcsoló? Édesanyád térde kalácsa. Rohagy bele. Ó, és elkezdett összedőlni. Na, bassza meg. De ez is villanyos pedig. Ez fogyatékos. Miért kell nekem mindig a bugokkal küzdeni? Értem. Melyet 10-ként 900? Hát ja, 1500 10-ként, ha reszetelsz. Na, erről beszélek! Hogy ha reszetelsz, akkor az első 10 alatt többet szedsz össze, mint hogyha izét csinálsz. Mint hogyha folyamatosan főfele gyűjtöd a számot. Én erre gondoltam. Ez miért nem akar innét meg... Ja. Ezt a belső falakat, ezt innét le kéne kapni, mert...
Nem lesz jó helyem. Átszaladtam itt a dolgon. De ott az e-pénisz méter, hogy 58 vagy 5. Jó van e-pénisz. Szó e-pénisz méter. Azt a kurveget. Na ezt a kifejezést túl sokat lehet hallani szerintem. Még. Bár mondjuk igazából mi a Steam könyvtárainkkal is eljátszhatnánk ugyanezt, de nem probléma. Manó volt olyan kedves, és szolgáltatott nekem egy olyan játékot, amit majd otthonról meg fogunk lesni. És hát maradjunk annyiba, hogy ha ugye tisztában vagytok a Star Trekkernek a túlélési koncentrációs igényével, akkor amit Manótól kaptam, az elvehetleg odaveri, de kegyetlenül ezt a dolgot. Úgyhogy testem, lelkem nem vágyik rá, de úgy voltam vele, hogy egye fene megnézzük, úgyhogy majd otthonról normális körülmények között valószínűleg erre be fogok fizetni, ha már így alakult. Fernbus szimulátor? Nem. Hát az chilles, az majd akkor lesz, hogyha összetudok szedni annyi zsetont, hogy befejezzem a motoros jogsit, és utána el tudjak kezdeni riget építeni. Tehát ez egy olyan 5-10 éven belül fogok valószínűleg komolyabb vezetési szimulátorokkal játszani, mert egoista, vagy nem egoista, hanem maximalista vagyok, és nem vagyok hajlandó úgy nekiállni, hogy nincs megfelelő equipment. Aha, ez itt jónak tűnik, akkor már csak ez a fal van. Pedig azzal cégen belül lennél. Hát konkrétan meg lehet benne járni ugyanazokat az útvonalakat, talán még járatszámra is azonosan, mint amiket a valóságban is csinálnak. Ojojoj! Hopp, rám szakadt egy mennyezet. Van ez így néha? Szóval, amúgy igen, tök jó lenne, tök terve lenne, hogy azzal az ilyenekkel tekerni. Most például amióta már remake, vagy remapolják ugye izét, Németországot, például az Euro Truck Simulator 2-be is. Pont ma néztem, pont reggel, hogy basszus, konkrétan Berlin olyan szinten meg van csinálva, hogy felismerem a helyszíneket. Tehát konkrétan meg tudom mondani, hogy melyik utcán hol készült a fénykép, mert álltam ott a valóságban, és bazd meg, ugyanígy néz ki, tehát így elképesztő. Anna Kovács Zsolti, GameStar szerkesztő srác mutatta 3 éve a Buszim 21-hez képest jó bugos. Borzasztó bugos egyébként a fernbusz szimulátor, de azt hiszem az is TML produkció, és a TML-nél sajnos ez előfordul. Tehát hogy hiába van az, hogy kurva nagy dolgokat alkotnak, tehát a modellezésben nagyon ügyesek, de hogy egyébként nem, tehát maguk a szoftverek azért annyira nem zöggenőmentesek. Én alapvetően maga, azt hiszem az alapjátékot már behúztam, de hát még kéne némi kiek, hogy minden útvonal járható legyen. Először kell, a modellek szépek, de az, hogy tarts menetrendet 130-al kemény. 130-al nem mehetsz, amint hogy valóságban nem. Egyébként meg, na látod, ezért szimulátor. A menetrend az utasnak van, nem a buszsofőrnek. Tökéletesen, akkor viszont tökéletesen szimulálja. Késni szabad, sietni nem. Ez egy szimulátor, tehát mehetsz. A szimulátornak nem a szimulálás lenne a lényege? Hogy ugyanazt mutassa, mint ami a valóság? Ez jó helyre ment. Én ezért mondtam azt, hogy ha én valaha Euro Truck szimulátorozni fogok, akkor hozzám aludni fogtok járni, mert én soha nem tudtam úgy játszani azt a játékot, még amikor normálisabb kormányom volt hozzá, hogy rohanjak vele kapcsolatba. Mert nem arra találták ki azok a böszme 40 ton, 40-50 tonnás dőket, hogy szaladgálj velük. Pont az a jó benne, hogy ilyen chilles tank. De casual játékos lenne, egy tartani akarnád a menetet, frusztrálna, hogy nem tudod. Ugyan már? Hopp! Jó, mondjuk nem tudom, hogy mennyire büntet a játék. Szarul matekolták ingém. Igen, csak az a baj, hogy látod, érdekes módon ugye az ETS-be
működik a buszmod, és tök jó pofa, de valamiért a fernbusznál nem tudták ezt megcsinálni. Szilveszterre mi a terved? Hát figyelj, valószínűleg dolgozok és úton leszek, tehát hogy így én nem vágyok semmi különbségre a tavalyi évhez képest. Nagyon, nagyon valószínű, hogy semmi esélyem nincs itthon lenni, mert ugye mi családosok vagyunk, tehát mi általában inkább a karácsonyt szoktuk választani szabadra, hogyha lehet. Most az, aki ennyire nem családos, az meg ugye inkább bulizni akar menni. Úgyhogy mi azért volt az, hogy tavaly is beszoptuk ugye a szilvesztert, de igazából tök jó volt, mert az ünnepekre azért kaptunk némi kiegészítést. Hát majd akkor visszatérünk rá, hogyha már látom, hogy akkor hogyan leszünk beosztásügyileg. Igazából ezt nagyjából olyan december közepe felé már azért így tudni fogom. Hát nem közepe, remélhetőleg eleje felé is tudni fogom, hogy lesz az év vége. De semmi, tehát hogy semmi olyat nem tervezek, szervezek, hogy ne érjen meglepetés. Tehát, hogy inkább az legyen a meglepetés, hogy ó, nézd, már szabad vagyok, mint hogy nem. Ha meg egyébként szabad vagyok, akkor meg lehet, hogy mit tudom, megint átmegyünk a hugomékhoz, a sógorra, meg ilyenek. Tehát, hogy amúgy lenne lehetőségem hol eltölteni. Meg most, hogy már ugye nekem is van egy kicsit személyesebb kapcsolatom, így azért lenne hova elbaszni azt az időt. Tehát azért mondom, hogy sajnos ebből a szempontból amúgy így, hogy ha, tehát minél több az embernek a szociális igénye, ugye valós, húsvér emberek terén, annál kevesebb jut az online térre. Ezt azért folyamatosan tapasztalom én is magamon, hogy egész egyszerűen ez van. Tehát most egyelőre így tudom megosztani magam, amennyire meg tudom, így a munka, gyerek, meg most a barátnő kapcsán, de ezekre van igazából szükség. Így is egyébként már például a erősen csak előlegben Sosi Streamings buksiék már ráborintottak. Csuszi Csusz Gradiék is meg lett kérdezve. Nem érnek rá a tervre. Sosi, az mi az a Sosi? A részletek nem publikusak. Jó, hát mondom, igazából tudod, ezzel az a baj, hogy a tavaly random karácsonyi, vagy azt hiszem karácsony előtti Geogászszer is úgy volt, hogy wow, tök jó, majd jövök a következőre is, és utána gyakorlatilag 4 hónapon keresztül mindig pont úgy jött ki a hétvége, hogy egész egyszerűen nem tudtam megoldani, és azért mondom, hogy én általában, ja, hogy úgy Sosi, hogy nem azért nem kooperálok srácok, mert nem feltét, vagy mert hogy nincs hozzá kedvem. Ezt azért szerintem egy párszor már tisztáztuk. Egész egyszerűen azért nem megy, mert nem, tehát hogy feleslegesen nem izgatok be senkit, meg nem állok olyan dolgok elé, amiket még én magamnak sem feltétlenül tudom, hogy fogom-e tudni tartani. Ez nem jó, mert amúgy kurván nem jó, de így legalább nem, a szerint nem okozok csalódást talán, hogy nem teszem meg, amit mondjuk megígértem volna, mert nem ígérek olyat, amit nem vagyok benne biztos, hogy meg tudnám tartani. Elmegyek teregetni, erre téma izgatsz, meg állsz, oké. Okay. Vágom én, azért mondom, hogy zargatlak privátba, aztán úgyis a beosztásod dönti el. Hát, beosztásom, család, ilyenek. Ezek a kellemetlen valós dolgok. Szevasz Bálint, a szart is kiugrasztottad belőlem, de nagyon szépen köszönöm. Az alapítók egyike. Number one. Mi van, sok a pénz? Köszönöm szépen amúgy még egyszer. Meghihettem én is, ne aggódj, a saját notimtól, nem baj.
Van ez így. Van ez így, majd hozzászokok. Egyszer. Jó, ez most már csak ráadás volt, de hál' Istennek, mivel nem röfög az arcomba, ezért pont ugyanannyira be tudok tőle fosni. Ne dobálózzál, mit csinálsz, hülye gyerek, adjál már. Amúgy esküszöm, ha valaki kívülről hallgatja csak a streamet, hát nem mindig tudom, hogy mit hallhat, tehát azért nem mindig ha, azért le... vagyok biztos benne, hogy az arra gondolhat, amire kell. Hónapra nagy szurkolásokat kérek. Na, 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 mi lesz? Mondjad. Eljegyzés? Ja, semmi, bocs. Ott még nem tartotok. Itt ez a szoba miért van így? Van bezárva? Kapitány, kapitányom. Motoros verseny és ügyességi pálya. Wow! Azaz! És az izével mész a quaddal, vagy egyébként így, egyébként így van motor is. Ahhoz egyébként nem kell jogsi külön, vagy így a versenyzéshez nem. Csak ahhoz kell, hogy közúton meg mennyi. Ja, hogy gyalog terveztél. Várjál, most csak szivatsz, ugye? Amúgy igen, a quaddal mennék. És ez egyébként így, hogy is jelk, nem kell ilyen szülői beleegyezés, vagy ilyen mindegy alapon megy? Hoppá. Közúton igen, de vidéki a srác. Ott nem kell. Versenyre meg nem. Wow, az mondjuk menő. Zuhany kabin. Zuhany velem. De ne dobáld már el, amikor nem az a zé. Ott is kell, csak nincs, aki ellenőrizze. Oh well, akkor ez egy ilyen kiskapu. Nice. Jaj, jön a rémálomlész. Túl sok ajzé. Szoba. Sütj, nem volt itt egy konténer? Ah, de hogy nem ott van lent. Úristen, de magasan vagyunk még mindig. Azt a büdös kurva eget. Te magasságos, jó Isten, mi történik itt? Hoppá, egy kattintással kirámoltuk a fürdőt. Sok streamről lemaradtam. Vidéki rendőrség ezekre nem ér rá mindaddig, amíg ki nem nyírják magukat. Á, miért nyírnák ki magukat? Hát ügyes gyerekek ezek, hát. Gázoló, vagy izé, benzin folyik a vérükbe, hát ne szórakozz. Azt látom, amit látnom kéne. Szerintem nem feltétlenül. Interesting, interesting. Ajjaj. Ajjaj. Sok streamről lemaradtál. Hát figyelj, nem maradtál le, mindent vissza tudsz követni, csak nem biztos, hogy érdemes. Tehát, hogy van, amit nem érdemes. Ez itt érdekesen néz ki, ez itt nem tudom. Ez itt így nem jó. Viszont lehet, hogy a tengelyrepedés nem segít a terepen. Hát az mondjuk nem. Ezért mondom, még baleset nincs, nem érdekli őket. Hát azért mondom, hogy vidéken lehet ilyet. Tengelyrepedéssel mész versenyezni? Hát nem vak ez a ló, csak bátor. Vagy hogy is volt. Úristen, mi a szar van itt, gyerekek? Itt mi történt? Eddig nem volt bugos, most miért lett az? Jó, mondjuk egyébként kidől. Tehát
hogy egyébként ki lehet dönteni. Benne állok a robbanásban, mert ennyi eszem van, de hogy... Jó, nem tudom, ne kérdezzétek, fura volt. Viszont lehet, hogy a tengelyeped nem igen, majd megszag. Mi? Megszikszalagozzuk, jó az úgy. Hát mondjuk, hogyha nagyot tekersz a gázkoron, akkor lehet, hogy megtekered azt a tengelyt is, de nem vagyok annyira nagy anyagtan szaki, de azért tengelynek a repedés az nem hangzik annyira jól. Gyűnek az ágyak, mindjárt kész ez a task. Mindjárt kész ez a task. Carrying too much, too much, too much. De egyébként amit a szikszalaggal nem lehet megjavítani, az kuka, tehát hogy ilyen egyszerű, azzal nem érdemes foglalkozni. Itt miért nem voltak ágyak? Interesting. Mosdó. Itt már kirámoltam? Itt már ki, csak itt a falak. Falak voltak, viszont további jó játékot. Köszi Johnny, köszi, hogy itt voltál. Majd dumcsizunk. Mennyi az idő egyébként? Fél hét. Ó, hát akkor még 45 perc. Akkor pont fél úton vagyok. Mármint, hogy az időkeretemhez képest. Itt a privát pub. Volt. Ez itt mit rejt? A, mindegy, vissza a szoki kérdéshez inni. Mikor megyünk? Majd, ha legálisan megteheted. Megint nem ittam már több mint egy hónapja, úgyhogy... Ha embert kérdezgetsz erről, bazeg. Hát jó, anti mondjuk nem lettem, csak jelentősen kevesebb. Még mindig kipasszol velem? Nem. Az idő baszik ki veled. De majd rájössz. 18 éves korod, egy kurva lassan telik, utána meg olyan kurva gyorsan, hogy nem tudod behúzni rajta a féket. Na jó, kezdjünk el itt dolgokat csinálni, mert ez így borzasztó, hogy ennyi izé van. Ezt a szintet még mindenképp jó lenne eltüntetni innét. Ilyen szobánként kéne haladni nagyjából. Én meg az alkohol az rossz, értem? Meglepően jó amúgy a mood, meg a hangulatom, amióta én se fogyasztok annyit. True story. Ezt nem mondom, hogy néha nem esik jól, de hogy amúgy úgy tényleg true, hogy... Most már hanyadika van? Pont 18-a van, az azt jelenti, hogy 4 hónapja nem gyújtottam rá például. Bazony! Azért az odaver. Hopp, itt a külső fal az miért engedte el magát? Elfárad biztos. Fura nekem csak, utána jó a hangulat. Hát jó, most azt nem mondom, hogy ne csináljátok, mert fiatalon én is izétem. Fogyasztottam meg. Megpróbáltam az alkoholistákat azzal menteni, hogy megittam előlük az alkoholt. De... Hosszú távon nem a legkifizetődőbb, semmilyen téren sem. De nem fogom azt mondani, hogy soha többé nem iszom. Tehát ez egy... A cigarettával már sokkal határozottabban tudtam álláspontot vállalni a tekintetben, hogy sokkal kevésbé igénylem. De azért most, ha az ember elmegy bulizni, akkor nehéz azt megtenni, hogy így nem áll bele így a így körbe, vagy valami, tehát hogy az... Hozzáteszem, tehát ez a elmegy bulizni az ember, tehát ez nálam is körülbelül ez a fél évente egyszer van egy ilyen nagyon komoly lehetőség, hogy óha, akkor most ez egy buli van. Csirás, mennyi szemét van behulva, nem, annyira nem fasza. Gratulálok amúgy. Hát figyelj, ez bizonyos szempontból amúgy nem gratuláció, vagy nem érdemel feltétlenül gratulációt szerintem. Tehát az ember mindenki saját magának döntse el, hogy hajlandó-e ezt az egészségéért, vagy az életének a
hátralévő részért megtenni, vagy nem képes, vagy leszarja. Tehát, hogy én inkább úgy élem meg ezt a dolgot, hogy eddig voltam marha hülye, hogy csináltam. Tehát, hogy mert mindig az volt, hogy most nem gyújtok rá, aztán nem gyűjtöttem rá, mint 2-3 hétig, aztán elszívtam egy-egy szálat. Aztán tehát mindig visszatért. És mindig ott volt elbaszva. Nem szabad hagyni, hogy visszatérjem. Picit se. És akkor viszont tök tartósan változtatja meg az embernek így a hozzáállását dolgokhoz. Meg hát azért én is tényleg így a tüdőkapacitásom, meg egyéb olyan dolgokon vettem észre, hogy ez mennyire kurva jó dolog, amikor tényleg elkezdett úgymond kicsit tisztulni talán a szervezetből a cuccos. És hát az a baj, hogy mondjuk mit tudom én ilyen tegyük fel mondjuk ilyen koca bagózással 8 évnyi cigarettázás is. Na jó, mondjuk rá, hogy 5. Az is 20 év alatt tisztul ki, ha egyáltalán bármennyire is kitisztul. Tehát, hogy annyira nem volt okos döntés. Na, maradjunk annyiba. Tehát azért azokhoz képest, akik mondjuk vannak olyan ismerőseim, amik életükben nem gyújtottak rá, azokhoz képest még mindig nagyon, nagyon gyászos a tüdőkapacitásom, pedig azért én tényleg próbáltam ugye edzeni, meg minden, és ott azért nagyon hamar meglátszik. Ja, amúgy az új telóm, meg az új ilyen okos órám, ilyen is van már, hogy működik. Ilyen nagyon fafa, így világít, meg itt mutat dolgokat, nem mindig azt, amit kéne, de hogy így még nem igazán tanultam meg használni, mert boomer vagyok valószínűleg, de hogy így tényleg az a durva az egészben, hogy így mutatja, hogy így mennyit mozogtál, mennyit léptél. Tudom, hogy 10 éve létezik a technológia, csak én ignoráltam. De azóta sokkal több olyan dolgot tudok magamról, amiről nem biztos, hogy akartam, hogy tudjam. Mi a tök? Mindenki új teló? Hát én most vettem ugye idén a második újat, mert az első újat azt egy 2 hónap után leselejteztem. Na hát figyelj, ez olyan dolog, hogy időszakos, tehát hogy az időnként azért nem árt, mert egyszerűen a technika egyrészt fejlődik, másrészt meg lekukul, tehát hogy ami nekem is működött 2,5 évig, most kényszerből azt használtam, és úgy voltam vele, hogy basszus, egyébként ez egy tök jó kis telefon volt, de olyan dolgokat csinál már, amik miatt egész egyszerűen már nem, tehát már nem használható úgy, ahogy az elején, mert csak egy gyötrelem. Úgyhogy azért engedtem el végül teljesen a dolgot, és inkább azért rendeltem újat. Ugye a Fossibot, az a zseblámpás baszom nagy, azzal az volt a baj, hogy az sikerült összetörni. Majd elrocsoltam rá még 20 ezeret, mert jó ötletnek tud megjavítatni, ugye? Ugye előző hónap elején. És miután a javítatás után meg már használhatatlan lett, mert egész egyszerűen olyan szinten beszart a kijelzője, hogy saját kényekedve szerint lekontaktolt, meg ilyenek. Úgy döntöttem, hogy jó, akkor ez nem az lesz, amit én szeretnék, így a továbbiakban. És akkor visszatértem ahhoz a márkához, ami ezelőtt is volt, 3 éves volt az is. Bőven egyébként kibírják addig, tehát ha az ember vigyáz rá, meg tényleg úgymond az igényeinek megfelel, akkor amúgy simán kibírják addig. Nekem is azért van ilyen ütésálló, meg vízálló, meg ilyen mindenféle faszom telefonom általában, mert nem tudok rájuk vigyázni, viszont ezek bírják. Hát most az, hogy a Fossi az mi a franctól nem bírta, az kapott egy olyan ütést valószínűleg, és olyan feszültség volt a kijelzőjének az üvegébe, hogy annak ennyi volt a dedikált ideje, sajnos. Bírhattam volna tovább is, mert amúgy én azt is szerettem volna, meg igazából technikailag amúgy most sincsen baja, csak nem fogok hetente 20 ezrekért kijelzőket próbálni bele, hogyha nem muszáj, tehát azért mondom, hogy lehet, hogy majd, ha lesz fölös 20 ezer forintom, akkor rendelek még egy kijelzőt, és akkor visszaviszem a szervizesekhez, és megmondom nekik, hogy próbáljuk meg még egyszer, mert amúgy meg egy működő telefon lenne, csak
most addig kellett valami, ami egész egyszerűen használható is, tehát működik is, és az lett, hogy visszatértem ahhoz a márkához, amivel ugye én is most a 3 éves, vagy hát közel 3 éves telefont ugye cseréltem le. És ez pedig a Kubot, tehát egyébként meglepő módon nekem most ez vált be. Most ezzel ugye tudtam úgy rendelni, hogy ugye ehhez nekik vannak ilyen sport okosóráik, mér lépést, izét, kalóriát, mindenféle púzust, vérnyomást, nem tudom mi alapján, de mér. És itt tök jó, tehát itt tök el vagyok vele, mert tök jó pofa cucc. Most ahhoz képest, hogy tizenvalahány ezer forintos dologról beszélünk, amit így valamivel olcsóban hozzávágtak így a telefonhoz csomagba, úgy voltam vele, hogy jó van, tudod, próbáljuk meg. A faszom bánja, próbáljuk ki, nézzük meg, hát ha jó lesz. Egyelőre nincs rá okom, hogy panaszkodjak, mert teljesen egy rendben van a dolog. Hát ha kibírja 2 évig, akkor én már boldog leszek, mert egyébként ez a telefon se volt 85-90 ezernél több, tehát hogy egyébként nem egy horror összeg. A Fossibot se volt az, mert az is 80 környékén rendeltem, 85 körül volt. Ugye általában ezeket euróba rendelem, azért nem tudom a pontos forintosított értéket, de azért mondom, hogy így ezek nem olyan veszélyesen drágák szerintem. Nem mondom, hogy minden hónapban akarok venni, mert azért ahhoz viszont már azért drágák, de összességében véve nem az a horror összegűek, és ahhoz képest annyit meg tudnak, amennyire az embernek szüksége van. Mármint, hogy kinek mire van szüksége. Jó, nem egy gamer telefon, nem egy ilyen szuper gyors, meg egy ilyen über odaverős, de nekem mondjuk rohadtul megfelel. Várja, azok most miért dolgoznak? Történnek dolgok. Oké, semmi baj. Itt mitől lett Luke? Luke. Interesting, nem tudom, mi történt. Helyenként így Luke keletkezett, de hogy miért? Hiba a Matrixban. Ojojoj. Oké. Ez a hajó még mindig bugos, én úgy érzem. Vagy valahol itt hagytam ki falakat. Az is könnyen előfordulhat, ugye? Ezt hogy az ördögbe csináltam? Volt egy szoba, amit nem vettem. Ja, hogy itt nem mentem végig ki. Jaj, bassza meg. Na fasz a gyerek voltam. Jó, semmi gond. Azért volt gyanús, hogy mondom, miért csak félig szakadt le a mennyezet, amikor egyébként ki volt itt baszkodva minden. Nem volt kibaszkodva minden. El volt bakizva. Jó. Semmi baj. Ez hol volt eddig ez a izé? Ez a lépcsőház. Ez a WC blokk is geci, ahogy elnézem. Jó. Ez pedig bentről nem volt szétcsapva. Jó, a helyzeten nem változtat, ezt a szintet legalább mindjárt kivégezzük. De összerámolom. Aztán megnézzük, hogy mit érdemes még itt esetleg megcsinálni. Az időm sajnos véges. Idő múlik, közben fárad, kettő megfestős, őszhajszálat, nem tudok beszélni. Mert ez annyira nem újdonság. Mutasd magad. Oké. Shit. Hunafa vagyok. Help! Okos legyél, eszedné.
szedni maradjál. Nem látom a lukakat. Azt sem tudom, ez a fal miért maradt fönn. Elméletileg jók vagyunk. Úgy bizony, de... Nem csak elméletileg, hanem teljes mértékben is. Most az lesz a feladat egyébként, hogy összerámolunk. Ó, már milyen közel vagyunk az autóhoz. Ezért egy 3-4 szintet szerintem haladtunk lefele. És egy kicsit lentebb is szerintem rendet fogunk rakni, mert... Hát na, kegyetlenül szétszóródtak itt a dolgok. Az a logika, hogy ugye két és fél órás streamekkel elméletileg be tudtam volna fejezni már két, tehát na, második két nekifutásra, az ugye ott bukott meg, hogy ma sincs annyi időm. Tehát igazából ez csak azért lett cumi, amúgy lehet, hogy tényleg be lehetett volna fejezni annyi idő alatt. Erre sajnos most nem fog fény derülni. Ilyen szempontból, de de a föntről egész jól lecsipkedtük a tetejét. Mondom, a cumi része az még csak most jön igazából, mert ugye itt elég sok szoba van lefele, meg egyéb más plusz merevítés, ami miatt ugye kegyetlenül sokat kell majd kalapálni, de hát ha így nagyjából szakaszosan is vagy fogjuk rá, hogy így ezzel a technikával haladva azért aránylag lehet, tehát hogy lehet vele foglalkozni, és így utána elfogy, tehát hogy így vagy úgy, előbb vagy utóbb, de ez vagy az fog történni, és nagyon fogunk neki örülni. Azt nézem, hogy egyébként az anyagok azok össze fognak jönni, mert azok össze fognak jönni. Lehet, hogy az lesz meg legelőször. Az anyagos. Hello there, Servus Balú! Mizu. De rohadt messze kell már menni, hogy le tudjam dobni. Két autó kéne, egyik az egyik oldalra, másik a másik oldalra. Vagy le kéne rakni egy izét, konténert. Hát igen. De én cserébe inkább futkorálok. Hoppá. Itt is volt egy lik. Oda kell figyelni, tele van likakkal a jármű. Igen, mert ott túl sűrűn van egymáshoz a fal. Ott ugye a padlónak a merevítője is kiugrik. Nincsen semmi. Megvan itt a bónusztárgy. Ezen meg. Igen, ezen már akkor is megvolt, amikor elsőre próbáltuk szétszedni. Csak akkor ugye maga a játéknak a buildje bugolt be annyira, hogy egész egyszerűen nem lehetett. Most azért ugrottam neki újra, mert ugye itt a kontraktokat sem tudtam teljesíteni ugye nyár elején. Úgyhogy azért csináljuk most ugye teljesen újra. Ami nem feltétlenül a szívemnek nagy vágya, de igazából meg tök el vagyok vele, tehát hogy hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem élvezem. Úgyhogy itt a kontraktok miatt vagyunk, aztán utána jön még a visszafelé menetbe ugye a... Akkor ne hazudj. Mit ne hazudjak? Van? Itt van. Itt a Giants Collectible azért nincs meg, mert azt hiszem, hogy a Big Changon vagy a Humbákon nem lett meg, de itt van, hogy csak a Big Chang meg a Pobedán nincs meg a kontraktos cucc. Szóval nem hazudok. De amúgy tényleg, tehát a májusban májusban baszott be. A game-nek a buildje, tehát hogy konkrétan ha itt voltál, emlékszel rá, ha nem, akkor azért mondom, hogy nem működött. Tehát hogy egész egyszerűen nem akart összedőlni, nem lehetett vele érdemben haladni, csak robbangatni lehetett, mondom, jó, hát elbasztunk rá, mint tudom, hány ezer dolcsit, de...
Lemaradtam valamiről? Várjál már. Miért hagyjuk? Azt hittem beszélgetünk. Tudom, hogy hol kéne, hogy legyen, majd eljutunk odáig, és meg... De igazából, hogyha egyszer, igazából csak lusta vagyok visszaidézni, amit mondtál. Nice. Már azt hittem, hogy megbántottalak valamivel, de kiderült, hogy csak lusta vagy. Lusta vagy megbántódni. Helyes. Miért vannak ilyen lukak? Tele van lukakkal a jármű, nem jó. Dehogy így van. Jó van akkor, köszönöm. Megnyugodtam teljesen. Vagy hát amennyire érdemes. Annyira voltam csak képzavarból, hogy így a haverok beszélgették, hogy szombaton izé, megyünk egyet, itt tudom én így erre-arra. Én meg így rájuk írtam, hogy wow, de jó, persze, menjünk. És akkor ez, hogy te nem most mentél el dolgozni? És akkor ez a, ja várj, melyik szombat? Fuck, tényleg. Tök képzavarba voltam, hogy ma van péntek. Tehát, hogy az, nem tudom, valahogy én így tök el voltam már csúszva dátumilag. Úgyhogy ja, beszoptam. Hopp. Egy kis mentés, meg ilyenek. Sose árt. Szépen lerámoljuk innen a kócerájt. Valami lesz, az a lényeg. Azért van itt még anyag, sajnos. Vagy nem sajnos, hát kell is. Kell is a listára. A fa is kell. Mi kell egyébként? 15 tonna fa. Kell még 6 tonna vas, ha jól látom. Ezt valószínűleg ti se látjátok, olyan pici betűkkel, hogy én se tudom kivenni rendesen. És kell még 10 tonna low alloy. Hát ezek mind szépen gyüledeznek azért. Biztos, hogy a legnehezebb küldetés az egyik hozzávetőlegesen az egyik, amúgy egyik könnyebb amúgy. Ami amúgy szerintem tök poén. Na lássuk, hogy mi a helyzet lentebb, mert itt most már eznek nem állok neki, mert nem lesz időm konkrétan befejezni. Úgyhogy, ú, de jól leszettünk belőle, azt a kurva, hiányzik belőle egy pár emelet. Szóval itt ezt a részt még itt kitisztíthatjuk. De a megjött a Puzzle Manóhoz. Ja, láttam, igen, láttam, igen, láttam a izét, a megosztást, amint a izét, a képet. Úgyhogy király a cucc. Remélem egyébként, hogy mindenki, aki beruházott rá, vagy bemeri vállalni, annak nagy élménye lesz vele kapcsolatban. Mert amúgy biztos, hogy... Tehát én nagyon szeretek kirakózni. Én a gyerek mellett szoktam rá, nem az ilyen 30 darabosokkal, hanem mi nekiálltunk ilyen... Tényleg több egyszer nekiálltunk már ilyen 1000 darabosnak. Kacsival ő lett, nagyon eltűnt. Nem tudom, mi van vele. Mondta, hogy nem fog tudni lenni, de szerintem egyszer valamiért kimaradt, és bebukta azért a 100 pluszos sorozatát, és nem tudom, megsértődött. De nem tudom, hogy mire. Tehát, hogy... Amikor én nem tervek mindenkivel jót, tehát, hogy most... Nem akkor tudok, vagy nem akkor streamelek, amikor mindenkinek jó, de hát olyan sose lesz. Akkor tudok streamelni, amikor nekem jó, vagy amikor éppen aktuális. Puzzle stream lesz. Hát, így setup kérdésben vannak azért ilyen megválaszolatlan
dolgok, de egyébként lehetne. Csak az a baj, hogy egy ezres kirakót összedobni azért. Mármint mit mennyit kirakót? Van otthon egy pár darab ezres, szóval amúgy ezzel nincsen. Mennyi asztal. Nekünk nem az kell, nem, nekünk ágyak kellenek. Kicsit rámoljunk össze. Az igen, az már dobás volt. Jaj! Ez körülbelül olyan ez a puzzle stream gondolat, mint nálam a Lego dolog, hogy így nekem a Lego az így a gyerekkel való nagyon jó elfoglaltság, és így egyelőre az is marad. Tehát, hogy így nem akarok belőle izét tartalmat csinálni, amikor annak megvan a maga helye és ideje nekem. Vettem annó egy menő AC valhallás puzzle-t, és azóta nem raktam össze, mert nem tudom hova tenni. De hogy nem tud hova tenni? Vegyél egy keretet. Most egy 1000 darabosnak ilyen 50x70-es keretet kell mondjuk venni. És abba simán bele tudod izé pattintani, és akkor utána csak föl kell vágni a falra, akárhová, ahova elfér. Szóval nem egy olyan egetverően nagy mutatvány a dolog. Anyád. A falon nincs hely. Ja, hogy a falon nincs hely. Hát akkor cseréld le valamivel, ami már, mit tudom én, már unalmas. Megoldás mindig van, csak kérdezz engem. Nincs elég hely a szobájában? Dobjon ki dolgokat! Hű. Igen, az a jó ebben a hajóban, hogy egy csomó helyen el lehet izén tévedni. Most például az, hogy nem tudom, miért kezdtem el ezt az emeletet kitakarítani, amikor frankom még van egy csomó fölöttem. Igazából ezt akartam volna összeizélni, vagy ezt akartam volna megtölteni, csak aztán valahogy nem kezdtem dobálni a dolgokat. Hát ő ma sok épületmodellt nem dobnám ki. Ugyan már, hát akkor ajándékozd el! Kérdezz engem, mindenre van megoldás? De persze nekem is vannak olyan kacatjaim, ami mindenki másnak kacat lenne, csak nekem nem. Azt se tenném. Ah, önző vagy. Pedig most rólam volt szó. Hogy ott is van egy ilyen konténer. De jó vagy. Mennyi konténer van mindenfelé. Irigy. Igen. Akkor jó. Tisztáztuk. Azt nem mondom, hogy irigy vagy. Azt mondtam, hogy önző. A kettő az nem ugyanaz. Bár hogy melyik a rosszabb, azt nem tudom. Most nem tudom, miért itt takarítok egyébként. Nincs már időm nekiállni semminek, de még van egy pár percem, mielőtt még nagyon el kéne húzzak. Szóval, fucked up. Takarítsunk innen előről. Az is vagy nagyon jó. Biztosra mentél. Egyébként még nem is tartunk olyan nagyon sok anyagnál, mert most tartunk körülbelül 200. Ó, ne basszál már, hogy most fagyott meg a izé. Miért nem tudok izét? Na. Nem tudtam valamilyen szerszámot váltani. De most csúnya lett volna, hogy a vége előtt kezd el baszódni. Szóval ja, azt akartam mondani, hogy most lépjük át a 200 tonna anyagot. Amiről helyesen kevés egy ilyen hajóhoz képest. Úgy egyébként. De ne menjünk bele. A konténert akartam csak simán megtölteni, de nem akar összejönni.
nagyon darúzni való már nem nagyon van, azon kívül, hogy még azt hiszem, talán a mentőcsónakokkal nem kezdtem semmit, de... Nem tudom, mennyi robbanószert használtunk el? Elég sokat. Elég sokat. Ezért nem szabad későn nekiállni kockulni, mert aztán nem lesz időm semmire, és nem tudom abba hagyni. Fuck! Nem most fordulna velem elő először, de a lényegen nem változtat. Na, kicsit itt az orrából lekaptuk a ballasztsúlyt. Nem volt különösebben lényege vagy értelme, de who cares. Ó, és de jó, pont most lett tele ez a szar. Hoppá. Érdekes volt. Hibatnahi. Zsuty. Jó. Fogjuk rá, hogy ez itt akkor így nagyon kész. Eddig nyomom? Még vagy 15-20 percig, tehát hogy így... Vagy na, még vagy 5 percig, és akkor 5 perc outroval már pont jók leszünk. Mert megyek, menni kell dolgozni. Most indult a buszom Pestről. Tehát, hogy egészen pontosan 7 órakor indult meg a buszunk. Az ideér nagyjából olyan negyed 10-re. Addig azért nekem még itt össze kell rántani a szobát. Mert ilyenkor át van azért építve. Tehát azért hozzáteszem, hogy ez a szoba ez nem streamelésre van kitalálva, de én ilyenkor egy kicsit azért átrendezem. Hogy alkalmas legyen a feladatra. És azért ilyenkor vissza kell operálni. Már eleve vissza kell vigyem a kajádába azért a széket, amit ilyenkor ide, hát mondjuk úgy lootolok, mert amúgy, ami itt a szobában van, az kegyetlen szar. Úgyhogy ja, ilyenkor azért még van mit pakolni, össze kell rántani az ágyamat, ugye a cuccaimat, és akkor nem ártana egy gyors zuhanyt is csapatni, tehát ilyenkor azért nagyjából ilyen másfél-két óra alatt azért én így a világot megváltom itt, hogy minden rendben legyen. Meg hát azért, na, azért hogy ahhoz, hogy rendbeszedjem magam nagyjából rendesen, azért ahhoz is kell idő. Ez már csak így van. Na, egész sokat leszettünk bőle. Szerintem egy 3 emeletet biztos. Jó, hát most ez viszonyítás kérdése. Mert ugye azért nem tűnik olyan borzasztóan soknak, mert ugye fönt elég kicsik voltak a terek. De nem baj, mert pont annyit tudtunk haladni, amennyit nagyjából elképzeltem. Itt, ha jól látom, akkor van még 1, 2, 3... Talán 4, azt hiszem, hogy talán 4 szint. Ez még egy ilyen 2-2 és fél órás mutatványnak biztos elmegy. Itt lehetne egyet vágni belőle még hátulról.
mert itt van pont a merevítés, ezt ki lehetne bányászni. De szerintem most már lehet, hogy ha haladunk, akkor föntről lefelé, mert ez egy egész használható technika volt. Így a mai nap folyamán ez így bejött. Aztán, ja, hát a többit meg majd meglátjuk. De igazából itt sincsen már olyan hűdesok anyag. Tehát a merevítésnek a túloldalán, hogyha le tudnék jönni ide az aljáig, akkor innen megint le lehetne szeletelni belőle egy aránylag nagy darabot. Én őszinte leszek veletek, szerintem amúgy sokkal jobban haladok vele, mint ahogyan azt én eredetileg gondoltam volna. Úgyhogy meg leszünk vele azért nem sokára. Hát úgy nem sokára, hogy teljes mértékig attól függ, hogy mennyi időt tudok így rászánni. Ma rövidebb idő lett a projekt, mert egész egyszerűen csúszott a program. Mármint, hogy az egész napos programom csúszott. Még a végén update előtt végzel. Jaj, ne is mondd, ne is mondd. Nehogy jöjjön az update, mert megőrülök. Az de borzasztó rossz lenne, hogyha megint beütne valami krak, és akkor azért nem sikerülne. Illetve tőlem jöhet az update, csak ne szóljon bele a mentésekbe. Vagy kérdezze meg, hogy akarom-e a frissítést, és mondjuk ameddig nem csináltam meg, tehát nincs olyan állapotban a mentésem, hogy mi újjön és mikor. Hát Terratlont kérdezni, inkább ő van nagyobb, komolyabb kapcsolatban a fejlesztőkkel. Én annyira nem vagyok velük beszélgető viszonyban, és nem vagyok fönn a Discordjukon se. Terratlon fönn szokott lenni. Ő jobban szokta vágni ezt a dolgot, de az biztos, hogy még akarnak bele. Nem tudom, hogy a felmérés az milyen eredményt hozott. Mert ugye volt egy felmérés, ahol így kérdezték, hogy milyen irányba menjen a játék. Tehát inkább ugye drasztikusabb méretű hajókat, vagy inkább több kicsit, vagy kisebbet. És akkor, mert egyébként kis hajóból nem túl sok van. Tehát, hogy igazából azt ugye az elején ott van egy pár ilyen kisebb, azt utána csá. Tehát, hogy így nincs ebből nagy felhozata. Úgyhogy egy ilyen tök érdekes felmérést raktak ki, nem tudom, hogy az lezárult-e már, de gondolom, hogy az bele fog számítani majd a játéknak a fejlődésébe. De ha azt vesszük, hogy egy éves a cucc, és nagyjából ilyen 4 havonta jöttek ki ugye update-ek, június, július, augusztus, szeptember, lassan már jöhetne egy újabb DLC. Több nagyobb. Persze, az hiányzik még csak. Pain in the ass, az. Na, most a kulisszatitkok. Hopp. Eltüntettük a kulisszatitkokat. És megnézzük, hogy ki az, aki hajlandó volt esetleg így péntek délutánra kapcsolatba egy streamet fellőni. És akkor nyomunk egy fantasztikus kis raidet. Johnny démon logisztozik, és Sorslon meg élő. Mi az? Valami elátkozott kalózos cuccot játszik. Hát menjünk Johnnyhoz, ő úgyis jó pofa és sokat van velünk. Mondjuk horror gaming. Démon logiszt, én azt nem tudom, hogy vágom-e egyáltalán, hogy mi. Szerintem vágom. Remélem, hogy beszalik a izétől is a notifikál vagy a notifikációjától. Kíváncsi leszek. A lényeg, hogy én, ha minden igaz, milyen nap van a péntek, akkor elméletileg vasárnap leszek még. Ja, vasárnap meg kedden már hazaérek. Aztán utána megint a rosszabb se tudja. Viszont annyira nem a legjobb, de jobb, mint a fazmofóbia. Ja. Akkor azt hiszem tudom. Na jó, srácok, nagyon szépen köszönöm a figyelmet így a mai rövidített alkalomra. Találkozunk legközelebb, addig is jó hétvégét, akivel esetleg már nem találkoznék, és további jó szórakozást, meg jó éjszakát. Sziasztok!